Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Dragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Trianonról emlékeztek meg Szekszárdon, zene és filozófia, Földes László hobó szórakoztatta a közönséget. Szászok és magyarok a középkori Kolozsváron. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarországot történelme legnagyobb sorcsapása érte, területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig közel 65%-át veszítette el. Szekszárdon a Béla király terén emlékeztek meg a tragikus eseményről. Katonai hagyományőrzők közreműködésével tartottak Szekszárdon megemlékezést a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója alkalmából. A program részeként a helyi Bezerédi István technikum diákjai adtak műsort. Sűrűbe száll, ha érthetnélek, süllyedő, ólom szívű múlt idő, elmondanád, hogy van hazám. Az avóhóval álmodom, a téllel nem barátkozom, ingyen gabátom, lélek ruhám. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere arról beszélt a megemlékezők előtt, hogy Trianonnal hazánk mérhetetlen károkat szenvedett el, és mint akkor most is nagyhatalmi játszmák áldozata lehet Magyarország. Mindennél nagyobb szükségünk van most Isten áldására, hiszen ahogy épp egy héttel ezelőtt a Magyar Hősök emléknapján is elhangzott, a harmadik világégés küszöbén állunk, és minden erő arra igyekszik kényszeríteni bennünket, hogy résztvevőivé váljunk ennek a vérontásnak, ahol már most is kárpátaljai nemzettársaink adják életüket, áldozzák gyermekeik jövőjét. Ahogy nemzeti főhászunk megénekli, őseinket felhozád Kárpát-Szent bércére. Vita nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország joggal létezik, több mint 1100 éve a Kárpát-medencében. Eleink megküzdöttek azért, hogy ma is zengjen a magyar szó Európa szívében. 103 évvel ezelőtt új feladatot is kaptunk, egy küldetést, hogy a világ magyarságát éljen bárhol is összefogjuk, és ezért a gyermekek ma már szinte nem hagyják el anélkül az iskolát, hogy ne jártak volna a határon túli magyarság valamelyik ikonikus helyszínén, hogy ne találkoztak volna ott saját korosztálybeli társaikkal. Talán észre sem veszik, hogy a kialakított barátságok keresztül már ők maguk fondják és erősítik tovább a nemzeti összetartozás kötelékét. 1920-ban kicsik lettünk ugyan, de az elmúlt évezred és különösen a legutolsó évszázad közös küzdelmei szétszakíthatatlan nemzetté kovácsolták a magyar. Így nincs mit csodálkozni 100 év elteltével azon sem, hogy az erdélyi testvéreink nem lettek mind románná, a felvidékiek nem lettek szlovákká, és még sorolhatnám Bácskától Őrvidékig. Nehezen értik ezt tőlünk nyugatabbra, de az 1920-ban meglévő, mindent megmondó magabiztosságban most sincs hiány. Nem tudják, nem értik, hogy született ez a különös magyar öntudat, pedig ők is erősítették őt ott akkor 1920. június 4-én Versailles-ban. Nem tudják, mit jelent nekünk magyarnak lenni. Azt pedig különösen nem tudják, mit jelent magyarnak lenni annak, aki ezért évtizedeken át csak a lenézést, a megvetést kapta osztályrészül. Tisztelt emlékezők! Emeljük most tekintetünket egy kicsit Kárpátalja felé. Eltelt 103 hosszú esztendő. Egykori elítélőink ma a szövetségeseink. Szövetségeseink az Európai Unióban, társaink a NATO-ban, és most háborúba hívnak bennünket. A hívnak talán túl szép szó arra, ami hazánkkal kapcsolatban zajlik az Unióban. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy abba a háborúba akarnak belesodorni minket, aminek már most is vannak magyar áldozatai. Áldozatok nem csak azokból lesznek, akik ott maradnak a csatatéren. Áldozatok a fiaik nélkül maradt anyák, a férjük nélkül gyereket nevelő asszonyok,
az apa nélkül felnővő gyerekek, és áldozatok vagyunk mi is, akik nemzettársainkat gyászoljuk. Meggyőződésem, hogy nem lehet ránk haragudni azért, mert nem kérünk a háborúból. Magyarországnak túl sok volt már vérző lábainál és lángtenger fölötte. Rengeteg áldozatot vállaltunk és vállalunk mai napig a menekültek befogadásával, és ahogy az egész ország, Szekszárd is megmozdult, mikor anyagi, tárgyi segítségre volt szükségük szomszédainknak. De Kölcseitől tudjuk azt is, mert már 200 éve megírta, hogy a szabadság nem virul a holtnak véréből. A háborút erőltetés szándékait nyilvánvalóan nem a történelmi tanulságok mozgatják, nem is a szabadság ideológiájában vetett hitük. 2023-at írunk, a 21. századot tapossuk. Rutinnal repülünk az űrben, és mikrocsippeket irányítunk a gondolatainkkal. Kell, hogy legyen más megoldás. Ha úgy tetszik, kell, hogy legyen európai megoldás, ami nem a háborúba vezet minket. Mert megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. A Tolnai vármegyeszékei alpolgármesterének beszédét követően Kaszó Gyula református lelkész mondott egyházi áldást. Egyetlen ilyen elevenpont van, aki mindenkit képes összekapcsolni és összefogni, akiben mindannyian kapaszkodhatunk egyen-egyenként és közösen is. Őt lehet keresni és szem előtt tartani, akkor megvalósulhat az összetartozás, ha egy biztos pont tart fent, mindannyian, akik tőle függünk, közelebb kerülhetünk kapcsolatba ővele és kapcsolatba egymással. Hát ebből a megalapozó pontból folytatja tovább Jézus a vonalat, vezeti tovább a kapcsolódás és összetartozás megtapasztalása felé. És azt mondja, viszonyulj pozitívan ehhez a biztos ponthoz. Nem csak úgy lagymatagul, el vagyok én a magam világában módon, hanem azt mondja Jézus, szeresd. Szeresd az Urat, ezt a biztos pontot, az abszolútat, szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A Béla királytéri gyászünnepen a város és a vármegye vezetői, az intézmények társadalmi és politikai szervezetek képviselői és Szekszárd lakói elhelyezték koszorúikat az országzászlónál. Zene és filozófia. Földes László a Kossuth-díjas énekes, dalszerző, előadó művész volt a Babits Mihály Kulturális Központ fellépője. Hobó ezúttal is megmutatta, miért is megkerülhetetlen szereplője több évtizede a hazai zenei életnek. Megteltek a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének padsorai, ugyanis ezúttal Földes László hobó érkezett a Tolnai vármegyeszékhelyre. Sokan gondolják úgy, hogy a Vadászat minden idők egyik legfontosabb magyar lemeze, amit egyébként a dalszerző egy vonaton álmodott meg. Mindig is voltak ilyen összefüggő művel kapcsolatos ötleteim, és a 83-ban volt egy dal, az ott a cím, egy a Hitetlenek dala, és abban fölvont egy csomó szereplő, és akkor ugrott be, hogy mi van ezeket jobban kifejteném, és aztán Miskolcra mentem vonattal, mert a Miskolci Színházban játszottam, és a vonaton írtam meg a szövegeket, és aztán egy taxiba felejtettem, és elveszett az egész, úgyhogy újra kellett írni. A vadászathoz fogható sokrétű, mind műfaji szempontból, mind a felsorakoztatott szereplőket tekintve rendkívül gazdag, egy témára felfűzött anyaggal korábban alig ha találkozott a közönség egy rocklemezen. A dupla albumon szerves egységben áll össze a színház, a mesevilág, a költészet, a cirkusz és a helyenként paródiába hajló elemek. Ez egy rítus, a vadászat rítusa. Fölállnak az erdő, egyik oldalán hajtók, másik oldalon a vadászok közöttük vannak a vadak, meghajtják és őket hajnalban, lelövik őket, és a végén utána csinálnak egy nagy bulit, tehát van egy ilyen kronológia az egésznek, és hát mivel a maga a vadászat az az emberiség történetében elég régóta jelen van, meg úgy tűnik, hogy marad is, ezen rengeteg dolog működik, kapcsolódik, klasszikus dalok, vagy népdalok, vagy versek, vagy rockzenei számok, és azokat, amiket úgy éreztem, hogy
ide kapcsolatok, vagy háborús dolgok, azokat szelektáltam és szedtem össze. Hogy miért pont a vadászat, Földes László, akinek az édesapja egyébként mondhatni megszállott vadász volt, sosem szerette ezt a tevékenységet. Hát azért már áldozatnak tartottam a távcsöves puskával lelőtt vadakat 50 méterről. Voltam később katona, voltak fizikális problémáim, verekedések, vagy engem vertek meg, vagy fújtak le. Ismerem az erőszaknak egy könnyebb változatát, nem az igazit, de majdnem börtönbe is kerültem, és hát ilyen értelemben mindig a célkereszt közepén voltam egész életemben. Ma is tulajdonképpen felhívják a telefonomat, elolvassák a leveleimet, figyelik a bankszámlámat. Ez mindig így volt, amióta játszom. De hát mindig egy ilyen, hogy mondjam, növényevő vad voltam, nem egy farkas vagy oroszlán, hanem egy ilyen nyuszika vagy nem tudom. Egy tanulmány szerint a vadászat nem csak szertartásos zsákmányolást, a látványos öldöklést, a fékeveszett mulatást jelentette, hanem kihasználva a fogalomhoz kapcsolható asszociáció értelmezési lehetőségeket, széles társadalmi tablót vázol fel. Ezáltal új dimenziókba helyezte a vadászat cselekményét, hogy elmondhassa véleményét a világról, az emberekről, a hatalomról, az alá- és fölérendeltségi viszonyokról. Arra építettem fel a koncepciómat, ami nincs, hogy a közösség nem hülye, és én ebből élek, nem kell ezt magyarázni. Aki nem érti, annak úgyis hiába magyarázni, az a tanárok dolga. Ez önmagáért beszél az a mű, és aki ezt nem tudja befogadni, nem számít. Tehát ez nem kötelező, mint az István a király, vagy valami. Ez egy, hogy így mondjam, vadabb dolog, meg szomorúbb, meg összetettebb. És aki erre nincs nyitva, az nem fogja megtalálni hozzá a kulcsot. Van egy óriási szakadék, a kulturális szakadék a rendszerváltás óta felnőttek és a régiek között. Én elég sok helyre járok, verseket is mondok, és volt egy Csolnok nevű faluban, meg 150-en voltak a József Attila esten, és mindig szoktam beszélni az emberekhez az előadás végén is. Megkértem őket, hogy tegye föl a kezét az, aki 30 évnél fiatalabb. 150 emberből is ketten voltak. Aztán megkérdeztem, hogy tegye föl a kezét az, aki 20 évnél fiatalabb, és a kettő közül volt az egyik. Tehát de van egy tanár barátom, egy lelkész barátom, egy egyházi iskolába tanít, ilyen 30 tanítványa van az osztályban, és megteszelt őket, és 28-án nem olvasnak. Ketten igen, és ő ezt reménynek tartja. Én is úgy gondolom, hogy az a kultúra, az a költészet, vagy zene, vagy irodalom, vagy amit én szeretek és csinálok, és amit próbálok továbbadni, az veszélyesen van ítélve, csak én nem adom fel. Szászok és magyarok a középkori Kolozsváron ezzel a címmel szervezett előadást a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara a Tolna megyei Egyed Antalhon ismereti egyesülettel közösen. Az esemény a Szülőföld Akadémia előadás sorozat felvezető programja volt. 2019. júliusában a Tolna megyei Egyed Antalhon ismereti egyesület és a Janus Pannonius Tudományegyetem dr. Szécsi Gábor professzor úr vezetésével egy egyedülálló együttműködési megállapodást kötött, melynek célja a közös programok megvalósítása volt.
Megállapodás részeként egy Szülőföld Akadémia elnevezésű előadássorozatot is indítottunk, amelyben a fele előadót mi adjuk, a fele előadó létszámot pedig az egyetemnek a munkatársai. És hát 2020. januárjában el is kezdtük az előadássorozatot, de hát jött a nagy betegség, a Covid, és 2020. márciusában a harmadik előadást már nem tudtuk megtartani. És hát ez most így volt másfél-két évig, és most szeretnénk ezt Gáborral együtt feleleveníteni, felújítani, és kapóra jött egy előadó, a dr. Bak Miklós, aki az Egyesületünknek tiszteletbeli tagja, aki Erdélyből, Kolozsváról érkezett, és ő fogja a nyitó előadást tartani, mégpedig egy nemzetiségi kérdést, a szászok és a magyarok Kolozsváron való együtt élését fogja nekünk ismertetni. A székelyhídi születésű egyetemi docens, a Honismereti Egyesület tiszteletbeli tagja előadásában arról beszélt, hogy a 15. és a 17. század közötti Kolozsváron egy olyan érdekes együttélési modell alakult ki, amely a modern konszociatív demokráciák nézőpontjából is figyelemre méltó. A kolozsvári magyarok elérték, hogy egyenrangúak legyenek a város vezetésében, és erre vonatkozóan két technikát alkalmaztak. Az egyik, ami a testületekre vonatkozott, az a helyek megosztásának a technikája. Ez azt jelenti, hogy a kolozsvári százak tanácsába, tehát a szélesebb városi képviselőtestületbe 50 hely illette meg a magyarokat, 50 hely a szászokat, az úgynevezett belső tanácsba, amely 12 tagú volt, pedig 6-6 tagja volt a szász, illetve a magyar lakosság részéről, és ami az egy pozíciót jelentő városvezetést illeti, tehát polgármester és hasonló egyszemélyi tisztségek vezetését illeti, ott ilyen váltásos rendszert vezettek be. Ez a rendszer körülbelül 300 éven keresztül működött. A 18. század elejére a szászság nagyjából már teljesen elmagyarosodott. Még ekkor is egy darabig fenntartották ezt a felépítést a vezetésben olyan magyarul beszélő személyek tisztségbe emelésével, akik valamilyen módon kötődtek családi hagyományaik révén a szászokhoz. Érdemes megvizsgálni, és erről is szót fogok ejteni, hogy tulajdonképpen mi történt a szászsággal Kolozsváron. Nos, az történt, hogy a szászföldtől, tehát a szász autonómia területétől eltérően, tudjuk, hogy ez Brassó és a Nagyszebben közötti térséget fogta át. A szászság nem a luteránus vallásra tért át, hanem az unitárius vallásra. A luteránus vallás szászföldön, a szász autonómia területén lehetővé tette a szász kulturális autonómiát, a saját iskolarendszert. Az unitarianizmus révén azonban a kolozsvári szászság az elmagyarosodott, tehát tulajdonképpen itt látjuk az asszimilációnak a kulturális komponensét is. Tagadhatatlan tehát, hogy ezekben az évszázadokban a szüntelen surlódások és az együttélés nehézségeinek ellenére is erős közeledés mutatkozott a szászság és a magyarság között. Mind a politikában, mind az életmódban és az iskolázás terén. Így jöhetett létre ez a társulásos demokrácia. Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!